Hello, sziasztok! Ugye megmutattam, hogy hogyan kell kenni a láncot, hogyan kell ápolni 300-400 km, 500 km a gyári kencével, és akkor utána mit kell vele csinálni, hogy kell lekenni, törölni, és ezután most én mentem 50 km-t, és ezért mutatom meg, hogy így 50 km múlva így néz ki a lánc. Szóval ha így törlöd, kenet törlöd, akkor így ennyi kosszed össze, és ilyenkor érdemes azt az egy kis törlést, de csak simán szárazzal megismételni mindig így 50 kilométerenként. És akkor nem fog összeszedni egy csomó dzsuvát, nem fogja összekenni annyira sort. Jó, mondjuk ez az XT sor, ez annyira nem koszolódik. Most már be olyan 400 kilométer van. Szóval fogsz egy rongyot, és akkor ezt úgy minden hajtás után ennyi megcsinálni. Összecsiped és egy kétszer áttekered. És így le is jön. Szóval így megfogod, és így összecsiped rongyol, és úgy tekered. És csak egy sima pamut póló vagy akármi kell hozzá, és így mindig lejön róla a dzsuva, mert a kence az úgyis ott van bent a szemnek a belsejébe, ami ugye így nem is látszik, de még csak élességet se tudok, szóval abban a pici részbe kéne, hogy befoljon, és oda a kis elemi csapágyba bent oldja meg a kenést. Itt a külső felületét a láncnak nem kell kenni, itt nem kell, hogy körbe vegye mindenféle szutyok, zsír vagy akármi. Ha így csináljátok, akkor nem koszolódik annyira, nem fog ropogni, nem fog kopni, tovább bírja a hajtás. Ugye ez nekem a hatodik lánc így 11.000 km nagyságrendjével, és a harmadik hátsó lánckeréksor. Lassan mondtam, hogy biztos legyen. Ja, ez meg a nyereg, csak ugye a pontosság kedvéért. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!